Tudta, hogy Bátaszéki Lajos 1844-ben született Bátaszéken Hofmann Lajos néven? És azt tudta, hogy a kis zseni már fiatalon több nyelven beszélő író 1867-ben írt egy könyvet? Méghozzá nem is akármilyet, egy olyat, ami elsőként festett szatirikus rajzokat a fővárosról, jellegzetes figuráiról és mindennapjairól. A péklegényről, a házaló zsidóról, a kocsisról és a társas élet felsőbb régióiról. A Fővárosi Zsánerképek című másfél százada megjelent könyvét most magyarázó jegyzetekkel, korabeli illusztrációkkal és sokoldalú közéleti pályáját feltáró tanulmánnyal adták közre. A könyvet hol máshol, mint a Bátaszéki Városi Könyvtárban mutatta be Csontor Sándor újságíró művelődéstörténész és Zeke Gyula író történész. A bemutatón az érdeklődőkkel igyekeztek minél több érdekességet megosztani a bátaszéki származású író életéről, tanulmányairól, zsenialitásáról. Már 15 éves korában verseket publikált, még hozzá ez már a pesti gimnázium, a Piaristi gimnázium évei alatt. Egyébként Baján megtaláltuk a helyi matrikulába, hogy hány évig járt, és ott van, hogy Bátaszéki Lajos. 3 évig járt a bajai elemibe. És ott is a pesti gimnáziumban a helyi piarista tanárukhoz írtak egy ilyen verses kötetet, és abban publikálta 15 évesen az első munkáit. Ez még Hofmann néven. Több írás nem is találtunk tőle, és ezután ő csak Bátaszéki néven publikált. Ez akkoriban egyáltalán nem volt divat, tehát hogy egy zsidó vallású ember fölvegye a saját települése nevét. Később, évtizedekkel később már igen, de maximum akkor is azt csinálták, hogy megtartották az első betűt, tehát egy H-t vagy egy V-t, és akkor azt magyarosították. De ilyet nem nagyon ismertünk, pláne az 1950-es évek végén, vagy 60-es évek elején. Aztán ő a Pesti Egyetemen végzett, mint jogtudor, mint ügyvéd, mint jogász, és Bécsbe is járt 2 évet, ennek is megtaláltuk a nyomait. Tehát ebből következik, hogy meg korán elhagyta a települést, sajnos nem tudjuk, hogy mennyire járt ő vissza ide a szülőkhöz. Ennek a bátaszékinek egyszerűen mondhatjuk azt, hogy 2 arca volt. Tehát volt az ügyvéd, aki a száraz papírokkal és paragrafusokkal foglalkozott, a másik pedig az irodalom szerető újságíró, szerkesztő, aki ebben teljesedett ki. Hát és az egyik szakmájával az előzővel kereste a pénzt, a másikkal költötte. Nem csak egy kiváló ügyvédet tisztelünk benne, egy jó írót, egy jó közepes írót, ha ezt így fogalmazhatunk, hanem az egyik legnagyobb szerkesztőt, újságalapítót, aki a 19. század második felében dolgozott. Nagyjából 28-30 lapot szedtem össze, amit ő szerkesztett. Ez egy irgalmatlan szám. És először Nagyváradra költözött, ahol például az első nagyváradi napilap alapítója volt és szerkesztője. Tehát akár Nagyváradon is kaphatna egy emléktáblát. Az ügyvédként dolgozó, de számos lapot alapító költő folyton vándorolt városról városra. Élt Baján, Nagyváradon, Békéscsabán, Aradon, majd néhány évet Pesten is eltöltött. Ott ügyvédi irodát is alapított. A könyvbemutatón elhangzott, munkássága folytán számos vidéki városban volt a szakma és a kultúra mozgató rúgója. Fontos információ, hogy bár az ifjú író néhány évet élt csupán Pesten, olyan korrajzot ad, ami páratlan a maga nevében, mert nem statisztikai adatokat ad közre, hanem a kor emberét, az akkori társadalmat írja le. Egy olyan 3-4 évet töltetett Pesten, mondjuk 4-et, amíg gimnazista volt a Piarista gimnáziumban. És már úgy lép elénk ez a fiatalember, az irodalom literatúra teljes fegyverzetében. Tehát olyan komplett munkát tett az olvasók elé, ami abban a korban ritkaság számba ment. 28 fejezetben ez a bátaszéki nem is az épületekkel, nem is magával a várossal foglalkozik, hanem a benne lakó emberekkel. A 28 fejezet mindegyike máshol játszódik, ugye kocsma, kávéház külön, lóverseny, egy zsinagóga, egy könyvesbolt, cukrászda, egy fővárosi képviselő életét bemutatja, Orfeum.
Tehát azokat a hétköznapi élethelyzeteket, ahol az akkori emberek, polgárok léteztek. Bátaszéki volt az első magyar folyton vándorló, eleven szellemű és szociálisan érzékeny újságíró, a jogegyenlőség harcosa. Ez olvasható könyve ajánlójában. Az úgynevezett humorisztikus várostörténeti elbeszélésekben, novellákban tökéletesen kiviláglik, hogy ő minden társadalmi rétegben otthonosan mozgott. Az egyáltalán nem könnyű nyelvezetű, de igazán szórakoztató elbeszélésekből az is kiderül, hogy az író 7 nyelven is beszélt. A francia, héber vagy éppen az angol kifejezések ugyanis meg-megjelennek a műben.